Dr. Bódi Györgyné váltja Uramecz Jánost a Salgótarjáni civil kerekasztal élén a legutóbbi választmánygyűlés döntése alapján. Tisztelt civil fórum, a megválasztott civil kerekasztal nevében és elnökként jó magam nevében is szeretném megköszönni bizalmatokat és bizalmunkat. A több mint 120 szervezetet tömörítő kerekasztal 3 évente választ új vezetőséget. Az első körben jelölt állítással. Ez alkalommal összességében 95-en kaptak legalább egy javaslatot, ebből 7 jelölés az elnök személyére vonatkozott. A szabályok szerint azonban csak azok kerültek fel a szavazólapra, akik legalább 10 jelölést kaptak. Az elnök személyéről ezek alapján így csak 2 jelölt között dönthettek a küldöttek. Egyikük, a korábbi elnök azonban nem vállalta a megmérettetést. Én úgy döntöttem, hogy a mostani civil kerekasztal elnökének a választásán nem szállok csíkba, bár sokan kapacitáltak, hogy induljak, de úgy gondolom, hogy a civil szervezetek életében egy konszolidáltabb időszaknak kell eljönni, ahol egy olyan személyt találunk, akik itt most megválasztottak, aki tudja képviselni a civilek érdekeit politikamentesen. Eredményes jó munkát kívánok neki, amelyben teljes erőmmel segítem őt. Az elnök megválasztása mellett 14 elnökségi tagra is leadták voksukat a küldöttek. A korábbi elnök egyébként bizakodó volt a jövőt illetően. Véleménye szerint, ugyanis az elmúlt néhány évben folyamatosan erősödött az összefogás Salgótarján civil szervezetei között, a hatáskörök megnyírbálása ellenére is. Az elmúlt 3 év elég nehéz volt a civilek életében. A pályázatok hiánya, a infrastruktúra bővülésének a hiánya és a források hiánya miatt. Ezt nehezítette a elmúlt 3 évben némi politikai vízhang is a civil szervezetek irányába, amelyet most országosan is lehet látni ennek az erősödését. De én úgy gondolom, hogy a civilek országosan, de különösen Salgótarjánban is rászolgáltak az emberek bizalmára, és bizonyították azt, hogy a Salgótarján lakosságáért élnek, és azok életének jobbátételéért tevékenykednek.